Romhányi József. Nyúliskola. Erdőszélen nagy a mók, a mulatság, iskolába gyűlnek mind a nyulacskák. A tanító ott középen az a nyúl, kinek füle leghosszabbnak bizonyul. Kezdi az oktatást egy fej káposztával, hallgatják is tátott szájjal. Az egymást tapasztó, táposztó levelek képeztek káposzta letépet levelein belül tapasztalt betétet, mely a káposzta törzse, úgy hívják, hogy torzsa. Ha most a torzsára sorjába visszatapasztjuk a letépet táposztó káposzta leveleket a tapasztalt rendben, akkor szakasztott, helyesen, fejesen szerkesztett káposztát képeztünk. Ez a lecke. Megértettük? Kérdezte a nyúltanár. Bólogattak a nebulók, hisz mindegyik unta már. Akkor rögtön feleltetek. Lapult a sok kis tapsi fül. Füllentettek, dehogy értik, és ez most mindjárt ki is sül. Nos, felejj te, nyuszi-gyuszi, állj két lábra, s vázolt, hát mi történik, ha ízekre bontasz egy fej káposztát? Jól lakok. Felelte elképesztő képzetten a kis káposzta kopasztó ebugatta, de a tanár megbuktatta.